Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a videó nézőit és a kedves horgásztársakat. A horgászok sajnos nem az aranyhalat fogták ki, hanem az őket megsarcoló nagyurakat. Hosszú évtizedeken keresztül megtapasztalhattuk, hogy Magyarországon a különböző kamarák, szakszervezetek, szövetségek fordítva működnek, mert nem az egyes emberek kvázi tagok érdekeit nézik, az csak a látszat, hanem a globalista pénzemberek, befektetők, különböző nagyurak és az aktuális kormány érdekeit védik. Persze cserébe ezen szervezetek vezetői saját maguk megélhetését, jó fizetését, különböző lehetőségek megszerzését saját maguk számára stabilizálni tudják. Persze lehetnek kivételek, de mint tudjuk, a kivétel erősíti a szabályt, sajnos az élni és élni hagyni elv felénk egyszerű emberek felé nem érvényesül, inkább azoknál, akik a kondér közelében vannak, sajnos. A videó címe azért a horgászok 3 kívánsága 1.0, mert ez egy sorozat lesz, és csak a vége fog változni 2.0-ra, 3.0-ra és így tovább. Ugyanis a horgászoknak többszörösen van 3 kívánsága. Nézzük, mi lenne a horgászok első 3 kívánsága. Első kívánság: ingyenes legyen a horgászkártya a regisztrálása és annak meghosszabbítása. Van rá pénz bőven, a pénzügyi adatoknál majd elmondom, honnan lehet ennek a költségét fedezni. Hamarosan lejárnak a regisztrációs horgászkártyák érvényessége ugyanis, azok meghosszabbítása is pénzbe fog majd kerülni. De ne a horgászok fizessék már meg ezt megint, mert nem a horgász érdeke az, hogy rendelkezzen ilyen kártyával. Korábban az állami egy megvásárlásával ugyanúgy regisztrálva volt a rendszerben a horgász, nem kellett ehhez külön plastikkártya. De ha ez a trend és a szándék, akkor fizesse meg a kormány, illetve a vele új szintre lépő MOHOZ, aki úgy emelte meg brutális módon a kötelező tagsági díjat az idei esztendőben, hogy tavaly 2022-ben az eredmény tartalékában több mint 1 milliárdot helyezett el. Lett volna pénzt át arra, hogy ne kerüljön sor 2022 után újabb drasztikus áremelésre 2023-ban. Csak hát semmi sem elég. Nehogy már a horgász jól érezze magát, ugye? Második kívánság: ne legyen kötelező a MOHOZ tagság. Pláne az első kívánság tükrében, amikor nem az a lényeg, hogy védjék a horgász pénztárcáját, hanem hogy inkább kiürítsék azt. Fontos igény merült fel a horgászok részéről, hogy a MOHOZ tagság nélkül is lehessen állami jegyet váltani, mint volt ez a régi szép időkben. Például vannak olyan vízterületek, amelyekhez semmi köze a MOHOZ-nak, de mégis kötelező tagsági díjat fizetni, ha érvényes engedéllyel szeretnénk rendelkezni. Erről egy balatoni horgásztársat kérdeztem meg, mi a véleménye. Miért kellene nekünk egy olyan úgymond érdekképviseletnek a tagdíját fizetnünk, aminek semmi köze például a Balaton, mint vízkezeléshez, illetve ez az érdekképviselet, ez nem egy választott, hanem ez egy kötelező érdekképviselet. Na most régebben úgy volt, hogy nem volt kötelező a MOHOZ tagság, hanem ugye volt egy állami jegy, volt egy horgászigazolvány, egy állami jegy és egy területi jegy, amit ha kiváltottunk, ugye beírtuk a fogott halat. Na most ezt ugye egységesítették, tehát most az állami jegy az gyakorlatilag ugye MOHOZ adja ki az állami jegyet, és kötelező érdekképviseletként megszabja azt, hogy amennyiben nem vagyunk MOHOZ tagok, nem horgászhatunk saját hazánk természetes vizein. Ami igazából egy közös állampolgári tulajdon, nem a kormányé, nem a MOHOZ-é, hanem mindenkié. Nem csak a horgászoké, minden egyes állampolgárnak a tulajdona. Míg az államnak ezt gazdálkodni adjuk, nem a tulajdonába, csak gazdálkodni, de nem garázdálkodni. Ha nem vagyok MOHOZ tag, akkor eltiltanak a horgászattól. Hát ez egy abszurdum, tehát ezt nagyon gyorsan el kellene törölni, és biztos vagyok benne, hogy ezt nem csak én gondolom így, hanem nagyon sokan ebben az országban. Magyarországon megtapasztaltuk, hogy az ilyen ránk erőltetett érdekképviseletek mindig sokba kerülnek nekünk, tagoknak, és ráadásul felesleges szabályokkal befolyásolják az életünket. Ilyen például a horgászatnapi jegyzése a fogási naplóban: ha nem fogunk halat, akkor is x-elni vagy karikázni kell a napot. Ráadásul büntetnek is érte, ha elfelejtjük. Teljes mértékben elfogadhatatlan az a gondolkodásmód és irány, amit ránk horgászokra erőltetnek. Jöjjön tehát a harmadik kívánság, ami az előző kívánság folytatása. Ne kelljen minden horgászat alkalmával adminisztrálni a jelenlétünket a vízparton, azaz beixelni a napot a fogási napló naptárába. Amíg ezt be nem vezették, addig úgy volt korábban, hogy ha fogunk halat, akkor annak idejét, a víztér megnevezését, a hal adatait, fajta és súly be kellett írni a fogási naplóba. Ez ugye azt is mutatja, ha már kell ilyen statisztika, hogy horgászni voltunk.
Sok panasz érkezett hozzám, hogy annak ellenére, hogy foghalat vagy sem, be kell x-elni vagy karikázni a napot a fogási naplóban található naptárba. Egyrészt ez egy személyes adat és információ, hogy éppen hol vagyok. Hát kinek mi köze hozzá? Másrészt, ha fogok halat, akkor úgy is beírom az időt is. A MOHOSZ ezt állítólag statisztikai adatként kezeli és tartja nyilván, de ezért bárkit büntetni vagy eltiltani a horgászattól, mert éppen nem jelölte be a horgászattal töltött idejét a fogási naplóba, rendkívül álságos és elfogadhatatlan gondolkodásmód, mind kormányzati, mind érdekvédelmi szinten. Ennek a bejegyzésnek a kötelező jellegét el kell törölni, hogy ne lehessen ezért se vegzálni, se büntetni a horgászokat. Csak megjegyzem, hogy legközelebb a büntetési szokásokról is ejtek majd pár szót, de ez majd egy legközelebbi videóban lesz. Van jó hírem is a horgásztársaknak, ugyanis ősszel a kormány elé kerülhet a horgászturisztikai stratégia és program. Az előkészítő munkacsoportban a Magyarországos Horgászszövetség, MOHOSZ, mellett a miniszterelnökség és a miniszterelnöki kabinetiroda is részt vesz. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, hogy a kormány közéleti tevékenysége a társadalmi párbeszédre épül, ezért a víziturizmus jövőjének alakításában számítanak a horgászok észrevételeire. Na hát, ez rendben is van. Az is rendben van, hogy a több mint 800 ezer tagot képviselő MOHOSZ is közreműködik a társadalmi párbeszéd sikeres lebonyolításában. Azonban szeretném felhívni Szűcs Lajos, fideszes országgyűlési képviselő figyelmét, aki a MOHOSZ elnöke is egyben, hogy ne csak a kormánnyal lépjen új szintet a kapcsolat, hanem a horgászokkal is. Arra kérem a horgásztársakat, hogy akik bekapcsolódnak a társadalmi párbeszédbe, azok a véleményüket, kérésüket az alábbi elérhetőségen nekünk is küldjék el, hogy ellenőrizni tudjuk, hogy valóban foglalkozik-e a beérkező véleményekkel az érintett tárca és a MOHOSZ. A pénzügyi adatok előtt, hiszen ez lesz majd a desszert, nézzük most egy kicsit a célokat is. A szövetség elsődleges célja a halgazdálkodás, benne a horgászat és a horgáztatás általános feltételrendszere biztosításának elősegítése, érdekeinek előmozdítása és megvédése. Említettem, hogy ez egy sorozat lesz, ezért a horgászok kívánságával párhuzamosan mindig a szövetség céljaiból is kiemelünk egy-egy pontot. Most például jöjjön a célok között meghatározott A pont. A szövetség tagszervezeteinek és egyéb tagjainak, tagoknak, a tagszervezetek horgászegyesületeinek, egyesületeknek, valamint az egyesületek horgász tagjainak, horgászoknak országos érdekképviselete és védelme, a tagok tevékenységének támogatása, a tagok, az egyesületek és a horgászok közötti együttműködés elősegítése és a kapcsolatok koordinálása. Az előbb említett három kívánság azonban szépen rámutat arra, hogyan gondolkodik a MOHOSZ a horgászok érdekvédelmét illetően. Ugye ezt megtapasztaltuk a Covid idején is. Zárásul azonban jöjjön pár pénzügyi adat. A MOHOSZ az elmúlt 10 évben, azaz 2013 óta összesen 1,9 milliárd költségvetési támogatásban részesült. A legnagyobb összegű támogatást, 800 millió forintot éppen a Covid idején, 2020. júniusban kapta a magyar államot megillető hallgazdálkodási joggal rendelkező nyilvántartott hallgazdálkodási vízterületek halállományának fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatására, na, sikerült elmondanom. Csak megjegyzem, hogy Magyarországon üzletszerű haltelepítés alakult ki, és nem hallgazdálkodás. Ezt a pénzt a természetes ívóhelyek rekultivációjára, rendbetételére, fejlesztésére kellett volna költeni, és nem üzletszerű haltermelésre, amit fedő néven mostanában hallgazdálkodásnak hívnak. Tehát a MOHOSZ 2013 és 2022 között 10 év alatt összesen 1,6 milliárd forint adózott eredményt ért el, ebből 2022 év végén, ahogy már korábban említettem, eredménytartalékként több mint 1 milliárd forint volt elhelyezve. Ennek ellenére hajtott végre 2023-ban brutális áremelést, amit a legutóbbi videómban már említettem. Még egyszer mondom, ez a fajta hozzáállás elfogadhatatlan. Még egy érdekes adat. A MOHOSZ-nál 2022-ben 51 fő dolgozott, akik havonta átlagosan bruttó 773 ezer forintot kerestek. Ahogy említettem, ez egy átlag, ha a kifizetett bértömeget nézzük, ebben vannak milliós és pár százezres fizetések.
Szűcs Lajos 2014. november 28-a óta vezeti a MOHOSZ-t, megbízatása 2024-ig szól. Szeretném azonban azt is elmondani, hogy nagyon nehéz anyagi helyzetben vette át a Magyarországos Horgászszövetség elnöki posztját 2014-ben. A kritikák mellett szeretném pozitív eredményként bemutatni, hogy az azóta eltelt 7 évben a 17 milliós mínuszt sikerült 2020-ra 511 milliós pluszba fordítani. De az igazsághoz azt is hozzá kell tenni, hogy 2020 évi kimagasló eredménye a rekordméretű 800 milliós költségvetési támogatásnak volt köszönhető. Búcsúzóul ismét arra kérem a horgásztársakat, hogy a képernyőn olvasható elérhetőségen hozzánk is küldjék el azon véleményüket, ötleteiket, kérésüket, amit a Társadalmi Párbeszéd címén megfogalmaznak, hogy ellenőrizni tudjuk, valóban foglalkozik-e a beérkező véleményekkel az érintett tárca és a MOHOSZ. Azt kívánom minden horgásztársamnak, így búcsúzóul, hogy görbüljön akárhányszor kint vannak a vízparton. A viszontlátásra!